hatalmas nagy durranást hallottunk, üvegcsörömpölés, jöttek be az üvegszilánkok az ablakból. Hát ugye a gyerekek azok sírtak, alig tudtam őket megbékíteni. Ez az asszony éppen az óvodába készült az unokáival akkor, amikor a robbanás történt. A detonáció olyan nagy volt, hogy a szomszédos házak is megsérültek tőle. További 7 környező lakóházban keletkezett kár. Ez azt jelenti, hogy a tetőszerkezetük, valamint a nyílászáróik rongálódtak meg az épületeknek. A károk felmérését az önkormányzat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség bevonásával végzi. A robbanás ebben a házban történt. Az épületben egy idős házaspár lakott, akik a balesetben súlyosan megsérültek. Őket a szomszédok szabadították ki a romok közül. Rájuk dőlt a ház, a férfinak 30-40%-os égésérülése, a feleségét meg úgy ástuk ki a fal mellé. Hála Isten megsérült, de hála Isten meg életben maradt. A sérülteket a mentők kórházba szállították. A település önkormányzata, ha szükségessé válik, ideiglenes elhelyezéssel, valamint gyors segéllyel tudja támogatni a károsultakat. Az önkormányzatnak van ilyen lehetősége, hogy gyors segélyt adjon, de mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk, hogy mire tudunk segíteni. A házban vélhetően gázrobbanás történt, de a baleset körülményeit a rendőrség és a katasztrófavédelem is vizsgálja. Mivel a tűzoltók enyhe gázszagot éreztek a helyszínen, ezért a gázszolgáltató szakemberei elzárták a gázt, így a szolgáltatás az egész utcában szünetelt. Emellett mintegy 150 épületben átmenetileg a villanyt is kikapcsolták.